Mi az, ami akadályozza az isteni bölcsességnek, illetve a Szent Szellem kielentésének az ajándékának, a bölcsesség ajándékának a működését. Itt látjuk, hogy van egy kifejezés, a balgatag, ami az eredeti kifejezés azt jelenti, hogy valaki nem tud gondolkodni. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem képes a gondolkozásra, csak nem tudja elindítani a gondolkozását, mert és nem értelmes, és emiatt ostoba. Tehát ezért mondják azokra az emberekre az ostobaságot, vagy balgaságot, tehát ez ostobasággal is gyakran fordítják az eredeti kifejezést, hogy az értelmüket nem tudják használni de használaton kívül van helyezve az értelmük. Pá Jézus Krisztus a földi szolgálata alatt beszélt a magvetőről, és ezzel illusztrálta azt, hogy az emberek hogyan viszonyulnak Isten igéjéhez. És emlékeztetlek benneteket arra, hogy azok az emberek teremnek sok gyümölcsöt, 30-60-100 gyümölcsöt, akik befogadják az Istenek az igéjét, és megértik. Na most pontosan a keresztényeknél néha az előfordul az, hogy ugyan befogadják Isten igéjét, de nem tudják megérteni. És ne felejtsétek el, hogy Pálapostól nem hitetleneknek írta ezt a levelet, hanem olyan embereknek írta, akik úgymond megtértek, Jézus Krisztusban megkeresztelkedtek, sőt, betöltekeztek szent szellemmel is. És mégis a hívő életükben az értelmüket, a gondolkozásukat elveszítették, illetve eltorzult nyilván a gondolkozásuk. A kérdés az, hogy miért történhet ez meg keresztényekkel is, de hát megtörténik nem keresztényekkel is természetesen, sőt, sokan eleve már e, így jöttünk az Úrhoz, hogy ugyan befogadtuk Jézus Krisztust a szellemünkben, szívünkbe, megbáltónak, szabadítónak, de igazából olyan tettünk, amit az értelmünkkel nem tudtunk megérteni, mert először is Isten kegyelmi ajándékként a hitet adja a, a, a ige hallgatásának az eredményeképpen. De a hívő életbe a fejlődés és a növekedés akkor áll be, hogyha a befogadott Isten igéjét értjük. Tehát ne az, a hit után elkezd kifejlődni, úgymond a, a, az apostoloknak a tudománya. És ha megvan az apostoloknak a tudománya, ezért mondja Péter, hogy ragaszunk a hit mellé tudományt, akkor 30-60 százszoros gyümölcsöt is tudunk teremni Isten dicsőségére. Nem akarok százalékban beszélni, hogy hány olyan kedves, áldott, hívő ül a gyülekezetbe, akik rendszeresen, szorgalmasan járnak az Isten tiszteletekre, és hallgatják is Isten igényét, de igazából nem értik meg Isten igényét. Na most pontosan ezt szeretném föltárni, hogy mi az egyik oka, ami akadályozza itt a belső lelki, szellemi folyamatunkban az Isten igényének a megértését.